Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Nagy Attila, a Vörösmarty Színház művészeti főtitkára, akiről nagyon sokan tudják itt Székesfehérváron, hogy egy nagyszerű néptáncos volt, emellett koreográfus, táncpedagógus. Örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz. Szervusz, szervusz. Egy kisfiúról kéne beszélgetnünk, aki 6 éves korában elragadott a népi kultúra, a néptánc. Hiszen az Alba Regia táncegyütteshez ilyen töpörtyű gyermekként, fiatal srácként csatlakoztál. Honnét jött a gondolat, kifedezte fel azt a készséget, hiszen ehhez kell készség, képesség, tehetség, hogy valaki a néptánccal foglalkozzon. Egy olyan időszakban hangsúlyozottan, hiszen aztán utána ezt csak nem 20 év követte, ami meghatározó egy gyermek, majd később felnövekvő fiatal életében. Hát, őszinte leszek, nagy szerelemmel indult ez a dolog. Általános iskola első osztályában volt egy kis hölgy, aki néptáncolni járt, és én iszonyatosan szerelmes lettem belé, és ő mondta, hogy mit szólnék hozzá, hogyha elmennék táncolni, és akkor a megyei művelődési központba, ugye Alba Regia táncolt, és elmentem táncolni, és aztán ott ragadtam. Úgyhogy nem tudom, valahogy bevonzott ez a közeg, nem tudom, tehát annyira jó volt a társaság is, meg hát tehát a néptánc annyira, tehát nem tudom, onnantól kezdve én ezen nem nagyon gondolkodtam. Jött minden, ami kell. És egy olyan csapat volt akkoriban, tegyük hozzá, amely példa ma is, hiszen kevesen tudják, kevesen emlékeznek rá, a Malom utcai táncháznak még nyoma sem volt, a megyei művelődési központ Kovács Gyuri bátyja vezetésével, igazgatása alatt adott otthont a próbáknak, emellett azért nyilvánvaló, hogy a Kossuth utcában is néha-néha voltak táncházak már, viszont Botos József még osztályvezetőként szolgált, ha úgy tetszik, a megyei művelődési központban, a mai Szent István művelődési házban. Emellett ott voltak egy legendák, hiszen legendák nőttek fel. Ugye itt már egy előzetes beszélgetésben szóba került ez, hogy a Gazdag Béla, Török Sanyi, Gálber Attila, Hánkakas István, a népszerű öcsi, illetve hát a lányok is ott voltak, a Krisztáik, Laszko Kriszta és a többiek. Remek csapat volt ez. Mi mindent lehetett tőlük megtanulni? Ki volt az a mestered, aki aztán elvitt a profivá válás útján? Hát, akiket felsoroltál, mindenkinek csak köszönettel tartozom, mert akár a Béla, akár a Török Sanyi, akár a Glazú Gábel Attila, akár a Hankakas Pista, mind olyan mentoraim voltak, vagy olyan, tehát ezt így nem lehet kijelenteni célirányosan. Hát az egy olyan közösség volt, amiben nem volt kérdés. A táncházaktól, az aditeremben a táncházaktól elkezdve, a szóló táncversenyektől elkezdve mind olyan dolgok voltak, amire az ember olyan örömmel ment, és olyan természetesnek tűnt, hogy ezek az emberekkel tanul, de most itt felsorolhatnék még legalább 8-10 olyan embert, akitől a Bócz Paráig, aki ugye nem Magyarországon él már, de a Gál Andristól elkezdve egy csomó olyan emberkét, akitől tanult az ember. És ez tényleg olyan volt, mint régen, ahogy a néphagyományban van, hogy nekünk nem kellett azt mondani, hogy már pedig azt neked csinálnod kell, hanem ott voltunk és néztük, amit ők csináltak, és úgy tanultuk a táncházakban, és aztán utána a próbákon pedig természetesen ugye ez egyértelművé vált, hogy ott nekünk dolgunk van. Mikor derült ki, hogy kellően tehetséges vagy? Hiszen tehetséges voltál, ezt a szóló táncosi díjak is megerősítik, tehetséges, és ehhez nagyon sokan mondják, hogy elengedhetetlen a szorgalom is, mert a néptáncot az nem belőlünk fakad, azt meg kell tanulni, és ha elkötelezett vagy kellően, és elegendő időt szánsz, és tehetséged is van nyilván, akkor lehet valaki jó. Én végigjártam a ranglétrán, tehát akkor ugye nem ilyen különféle, most ugye az Alba Regia táncegyüttesnél ilyen meghatározó nevek, vagy azt mondja, Pulutyka csoport, stb. Tehát ott utánpótlás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nem tudom, korosztály szerint fel volt építve. Én bejártam az összes korosztályt. Végig tanítottak, akik ott ugye a tanárok, tanáraink voltak, ők végig tanítottak minket, és akkor az egyik korosztályról léptünk mindig fölfele a másikra.
Ma már felgyorsult a világ. Akkoriban az Alba Regia Táncegyüttes volt csak és kizárólag egy olyan csapat, amelyre a székesfehérváriak zöme felnézett, és egész egyszerűen az egy kivételes lehetőség volt egyrészt benne lenni, másrészt akár nézni is. Ezt miként értétek meg, hiszen egy olyan világ volt, hogy még éppenséggel átréptük a rendszerváltás korát, de ti már jártátok a világot, a külföldet, és tulajdonképpen nem csak Magyarországot, hanem Székesfehérvárt is képviseltétek. Nagyon-nagyon-nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk. Az utcán mentünk, és azt mondták, hogy Attila, fantasztikus volt a műsor, vagy egy fellépés, a városi fellépés, teljesen mindegy, de annyira sok visszajelzést kaptunk, hogy büszkeséggel töltött el, hogy mint ahogy mondtad is, hogy a várost szolgáljuk, így iszonyatosan sok külföldi olyan megmérettetésen vagy túrán voltunk, ahol tapasztaltuk ezt, de mondom, annyi visszajelzést kaptunk így az emberektől, akik itt éltek és láttak minket, hogy fantasztikus. Atás, az elsők között voltál, aki még a 1995-ről beszélek, aki a Vörösmarty Színházban a megalakult tánckar tagja lehettél, aztán koreográfusként, illetve először koreográfus asszisztensként is dolgoztál. Mennyiben jelentett ez változást az életedben? Hiszen ez egy óriási kihívás, én azt mondom, hiszen a Vörösmarty Színház nem olyan volt még mi, hiszen befogadó színház névén ez kicsit másmilyen volt, de akkor is kihívás egy fiatalnak, azt gondolom, hogy egy ilyen csapathoz tartozni. Hát Péterfi Attila és Bor József, ugye az Oliver című darabnak a rendezője volt az, aki bejött a táncházba, és azt mondta, hogy neki szüksége van 6 pár táncosra. És így kerültünk ebbe a közegbe bele. Bújtor István volt azon a művészeti vezető, aki segített nekünk ebben sokat. Hát ez egy új kihívás volt a néptánc után, és hát plusz dolgok voltak, mert függetlenül attól, hogy főállású táncosként dolgoztunk a színházban, én ugye 2004-ig volt az, hogy én aktív tagja voltam az Alba Regia Táncegyüttesnek, de addig szinte, amikor tudtunk, és nem volt előadásunk vagy próbánk a színházba, akkor mentünk az Alba Regia Táncegyütteshez, és este próbáltunk. Tehát, hogy azért ez egy elég intenzív időszaka volt az életemnek. Mindenképpen, és ez több mint 10 évig tartott. Tehát ez igen. Melyek voltak, amit meg lehetett tanulni a színházban, hiszen egy teljesen más közeg, más feladatok, más tánc, ha úgy tetszik, hiszen a musicalek sora, és ráadásul meg kellett tanulnod, bár a színpadi szereplés nem állt távol tőle nyilvánvaló, de meg kell tanulni a színházban szerepelni, hiszen apró szerepeket is játszottál. Hát ebben iszonyatosan sokat segítettek a koreográfusok, de a rendezők is. Nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultunk tőlük. Engem alapjában véve nagyon-nagyon durván bevonzott ez a közeg, és én mindig azt csináltam, hogy amikor dolgoztunk bármilyen darabon, akkor figyeltem, és néztem, hogy mit, hogyan csináljak, vagy kértem tanácsot olyan színészektől. Azért itt a Kála Ilonától kezdve a Szabó Gyuláig azért egy nagyon-nagyon sok olyan emberrel dolgozhattunk együtt, akik legendák, és iszonyat szakmaiságról tettek ők tanúbizonyságot. Tehát ha valakit érdekelt ez a dolog, minket érdekelt, az annak nem volt nehéz megtanulnia ezeket a dolgokat. És ráadásul egy csomó olyan darab volt, amit ma is úgy emlegetünk, hogy az akkori időszak volt a csúcs. Hát csak a Chicagót, a Hert, a Bála Savoyban, a Kísértett Tangót, és ezeket említjük, ahol koreográfusként, illetve táncosként is dolgoztál, az egy óriási dolog. Miként emlékezel erre az időszakra? Hiszen ez a kettősség azt hiszem, hogy meghatározta az életedet, és ez azt jelenti, hogy 0-tól 24 óráig. Tehát ez kivételes időszak egy fiatal ember életében, hogy semmi másra nem kell figyelnie, ez a semmi más csak, nagyon is idézőjelbe teszem, mint önmagára és a választott hivatására. Nagyon-nagyon-nagyon pozitívan. Tehát, hogy nagyon fáradtak voltunk mindig. De annyira kárpótolt minket az a fajta munka és az a visszajelzés, amit kaptunk a nézőktől, hogy csináltuk, ha kellett, ha nem. Tehát, hogy ráadásul mondom, tehát amikor én koreográfus asszisztensként tudtam dolgozni, az egyik kedvencem, és azt hiszem, hogy akik a tánckarban vagyunk és voltunk, azok ezt tudják mondani a Bála Savoyban. Tehát
az a Bóbis László koreográfiáival, és én akkor asszisztensként tudtam mellette dolgozni, az fantasztikus munka volt. De mondhatnám így a kísértett tangót is a Szakáll Attilával, tehát azok, ezek mind nagyon-nagyon nagy mérföldkövek voltak. Mint ahogy mérföldkő volt 2009. Akkor már bőségesen benne éltünk a székesfehérvári kultúrába, és hirtelen távozásotok, az számunkra teljesen érthetetlen volt, hiszen még nem ástuk bele a művészet, ha úgy tetszik, a pokol bugyraiba magunkat olyan szinten, hogy tudjuk, mit jelentett, hogy Győrben kellett új karriert elindítottok a Győri Nemzeti Színházban. Hát számunkra is sokkoló volt ez a dolog, az akkori vezetés így döntött. Nehéz volt, mert ugye én azt gondolom 13 év volt a addigi 13 évadot táncoltunk itt. 13 sikeres év. Igen, és egy új, teljesen új közegben kellett dolgozni, egy teljesen új társulattal kellett dolgozni. Nagyon nehéz volt. Mi fogadott téged például Győrben? Mert hogy egy jó csapat volt ott, aztán ugye ezt nem vitathatjuk el attól az időszaktól, hogy azért, hogy otthonra leltetek művészi szempontból mindenféle értelemben. Én azt gondolom, hogy az a fajta alázat, amit mi megtanultunk itt nagyon sok a szakmán belüli embertől, az itt visszahozta azt a fajtát, azt látták rajtunk Győrben is, hogy igenis az a fajta alázat megvan, és innentől kezdve ugyanúgy dolgoztunk, bár nagyon hamar befogadtak minket, hála az égnek, és két évadot sikerült ott is letáncolni. De ha szakma az olyan, hogy mindig újítani kell, mindig fiatalítani kell, aztán az a két év az ott is lejárt. Igen, csak érdekes a szituáció, hiszen 2009-ben ugyanebben az időszakban azért itthon maradtál, hiszen elkezdtél tanítani. Igen, a Gorzió Művészeti Iskolában hívtak tanítani, ott is színpadi táncos dolgokat, mindenféle olyan szakmai tantárgyakat kellett összehozni a Tombor tímával. Kezdtük el ott a szakmai oktatást, az egy nagyon-nagyon sűrű időszak volt, igen, tehát itt tanítottam a Gorziumba, és aztán mentem Győrbe táncolni a színházba, tehát ez egy nagyon összetett dolog volt. Tehát tulajdonképpen az egész életed így zajlott. Hát nagyon igen. Sűrű volt. Hát igen. És akkor még mikor jött a lehetőség, mikor jött az a gondolat, hogy akár újra szerephez juthatsz a színházban, hiszen a Vörösmarty Színház volt az alap, az otthon, ahol először belekóstoltál a színházi létbe, és akkor megint jött egy lehetőség, ami aztán most már teljes egészében kitágult. 2012-ben a Lili Bárónőben hívtak vissza táncolni, és akkor úgy döntöttünk a családdal, hogy visszajövünk Fehérvárra, és akkor innen majd meglátjuk, hogy milyen munka lehetőségeink voltak, mert azért már sok volt ez a folyamatos utazásos munka. És aztán 2014-ben pályáztatták meg a művészeti titkári pozíciót, amire én úgy gondoltam, hogy akkor én ezt megpróbálom. És 2014-ben akkor felvettek, mint művészeti titkár. Így is történt. Az emberek többsége ugye teljes egészében úgy véli, hogy ismeri a színházi struktúrát, aztán kiderül ám gyorsan, hogy mégsem, hiszen azt tudjuk, hogy vannak rendező, főrendező, igazgató, és vannak színészek, vezető, stb. Mi a művészeti titkár feladata igazából? Hát ezt egyszer már Láposi Rékától is megkérdeztem, igen? Tehát én tudom alapból. Hát igazság szerint a művészeti titkár feladata, vagy főtitkár feladata, mert ugye, hogy a igen, művészeti most titkárság, titkár, igen. Most már főtitkár, pont a Láposi Réka nyomdokaiba léptem ezzel a főtitkári pozícióval, de hogy tehát őtőle iszonyat sokat tanultam ezzel kapcsolatban, hisz ő vett fel, mint művészeti titkár, és ketten alkottuk a művészeti titkárságot. A háttere a művészeti részlegnek a művészeti titkárság. Ha gyakorlatban nézzük, akkor a művészeti főtitkár feladata az összes a színházi program játszási napok, a színház szakmai képének a kialakítása. Lényegében ennyi a dolog, és az ehhez tartozó egyeztetésektől kezdve szinte majdnem minden. A színészek lelki állapotával foglalkozó, tehát hogy egy ilyen, tehát a lélek,
Tehát igen, én azt gondolom, hogy a lelke a színháznak. Igen, és igen, azt igen, mondom, igen, hogy mindenkihez közel kellett kerülnöm. Ugye, ha azt nézzük, hogy a Szikora éra azzal, hogy sikerült ide csábítani önmagával a magyar színházi élet, és itt a rendezőkre is gondolok, hiszen a művészeti vezetésben az a nagy hármas, a Bagó Berci, Horváth Csaba, Hargita Ivánnal, kiegészítve Szikora Jánossal, és ha még ehhez hozzátesszük a vendégrendezőket, és ha ehhez még hozzátesszük ugye az első időszakban a Cserhalmi Gyurival megérkezett, majd később Gáspár Sándor, Derzsi János, Varga Mária, Tóth Ildikó, nem sorolom tovább, tehát egy csodacsapat alakult. Ez óriási kihívás egy fiatal művészeti titkárnak, majd főtitkárnak. Hát ha az emberi oldaláról nézzük, ők is emberből vannak. Én azt gondolom, hogyha sokat beszélget az ember ezekkel. Én a Gyurival nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat folyamat. Mivel, hogy fehérvári voltam már, ő pedig lejött. A mi kapcsolatunk tök jó volt a Gyurival, mert kétszer találkoztunk a főutcán, amikor ő ott ült a Mátyás király szobor előtt a padon, és ott kávézott reggelente a fehér tornacipőjében, és kétszer találkoztunk, a harmadik alkalommal már hozta nekem is a kávét, és leültünk együtt beszélgetni reggelente. És ez annyira jó volt, és a Csámpival, a Gáspár Sándorral, a Derzsi Jánossal ugyanígy vagyunk. Tehát, hogy jókat beszélgetünk, és ez egy alap, ez egy kiinduló alap, onnantól kezdve lehet beszélgetni azokról a feladatokról, amikre ő vonatkozik, vagy amihez nekem is közöm van, azon kívül, hogy ő a színpadon van. Az, hogy egy ilyen sikersztori lett a Vörösmarty Színház sorsa, én azt gondolom, hogy ezt megerősít mindenképpen, de ez mennyivel lát el több feladattal, hiszen most már teljes a társulat, és ha arról beszélünk, hogy majd később a koronavírusról is szó esik, mert az megint csak egy külön feladat, de amikor teljes a társulat, és teljes a sikersztori, az egyrészt megerősítés, ahogy már most harmadszor mondom, a művészeti főtitkárnak és a munkatársaitnak is, viszont további feladatokat ró. Hát amennyire sikeres egy színház, annyira vonzóak a színészek. Itt gondolok én más színházakban a vendégjátékukra, vagy filmekben. Iszonyat sok filmet forgatnak, és itt jövök be a képbe, ennek a koordinálása az én feladatom. Az, hogy mikor tudnak forgatni, vagy itt előadást csinálni, vagy itt próbálni, ezt mind nekem kell összekoordinálnom. Tehát azért ez nagyon összetett, igen. Igen, mert kapkodjuk a fejünket, ha látjuk a filmeket. Igen. Nem sorolom a Krisztik Csabától, a Keller Janinát, a Tóth Ildikó, stb. Igen, hát Istennek teszem hozzá. Hát most meg aztán, ahogy ugye elkezdődött, tehát az előző leállás, a covidos éra miatti leárás miatt azért onnantól kezdve elkezdett besűrűsödni azok a napi sorozatok, amik ugye mennek a TV csatornákon, hogy ezek iszonyat kapósak lettek a mi színészeink. Igen, tehát nem csak mozifilmek, hanem nem TV csak, filmek, tehát sorozatok van, tehát a Kuna Karcsitól a Kisdiáig. Igen. No. Mi a helyzet most, kérdezem én, hiszen nem szabadultunk meg sajnos a koronavírustól, a pandémia itt van, és azt gondolom, hogy erről már esett szó, hogy leginkább a kultúra, amely megszenvedi ezt. Mi magunk, akik a kultúrában élünk, és azért szeretünk színházba járni, szeretünk koncertekre járni, ezt megtapasztaljuk, de nyilván aki benne él, és ebből él, és ezért él, és ez a hivatása, annak még inkább szörnyű. Mit lehet tenni ilyen időszakban, hiszen a színház bezárt, és hát nincs út, nincs másik út? Nagyon nehéz. Tehát hogy az a része, amikor az első bezárásnál, én azt gondolom, hogy az egy hatalmas nagy sok volt, és megpróbált mindenki valamilyen szinten alkalmazkodni ehhez. Az első időszakban én azt gondolom, hogy mindenki azt mondta, hogy fú, akkor most egy picit bepihenünk, és akkor a nyitáskor pedig új útelővel dolgozunk. Ami meg is történt, és elkezdtünk dolgozni, és elkezdtünk újra próbálni, és terveztük a bemutatókat, és csináltuk, csak aztán beütött a második ilyen leállás. Ez senkinek nem könnyű, főleg úgy, hogy tele vagyunk a társulatban olyan veszélyeztetett korú színészekkel, akik miatt nagyon kell vigyáznunk, mert meg kell őket védenünk attól, ami történhet velük.
Ezért kialakítottunk egy olyan újfajta, vagy nem újfajta, de számunkra újfajta struktúrát, amiben újra el tudunk kezdeni próbálni, és azon dolgozunk, hogy amikor nyithatunk, akkor kész dolgokkal tudjunk állni a nézők elé, és ne kelljen azért nem játszanunk, hogy most ilyen csúnyán fogalmazzak, hogy mi próbáljunk, hanem addig bepróbáljuk azokat a dolgokat, Rális. Amiket szépen majd akkor szép sorjában be tudunk mutatni, és hát az lett a megegyezés a társulattal, hogy kevés létszámú darabokat cseréljük le a nagy létszámú darabokat ebben az időszakban, és eltoljuk egy fél évet az ilyen, ugye, mert hogy ami a nagy álmunk, az ugye az ember tragédiája 2.0, de sajnos abban benne van az egész társulat, és így nagyobb a lehetősége annak, hogy Jelvis. Bármi baj történhet. Így például ugye a mostani első bemutatónk az az Egérfogó Agatha Christie darabja, amit már próbálunk, aztán elkezd próbálni február elejétől a Kölcsönlakás, és aztán szépen megyünk így sorba, és ahogy nyitunk, úgy mi is tudunk fokozatosan játszani. Nagyon várjuk, hiszen a bérletesek és a jegyvásárlók is nagyon-nagyon várják, hogy elinduljon a színház év. Hát ehhez kívánok minden jót. Nyilván nem rajtunk múlik, de én bizakodó vagyok, hogy lassan túl leszünk rajta. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, és itt vagy nekünk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A fehérvári beszélgetést látták, vendégem pedig Nagy Attila volt, a Vörösmarty Színház művészeti főtitkára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!